Sziasztok, én elemző László vagyok, és a mai nap egy NBA Top 10 az, amit meg fogunk nézni, méghozzá a 2016 legszebb zsákolásai. Tizedik helyen Eric Gordon, 360 pámpjával, ami valóban megérdemli a tizedik helyet, lehetséges, hogy egy kicsit előrébb is sorolnám, mint ahogy sokan gondolják. Szerintem egy szépen kivitezett zsákolás, az biztos, hogy in-game dunknak tök jó. Kilencedik helyen Russell Westbrook. Egy két láb egy kézzel, amit ugye a szaggatotton kívülről tömött, illetve hát az, hogy egy Capella nevű csávót át is tömött. Ugye? Na, hát mi más? Westbrook. Na, ez az. Nyolcadik helyen Jonathan Simmons, ugye a Spurs egyik újdonsága, aki elég erősen tömte át Joel McGee-t. Egy szép egy láb egy kézzel, maximálisan egyetértek vele, hogy nyolcadik hely. Hetedik helyen J.R. Smith, azaz inkább azt mondom, hogy LeBron James, mert J.R. Smith adta az aljápot, és egy bal lábról felugrós bal kézzel tömött, vagyis egy balkezes zsákolás, ugye, amit nyomott. Maximál respect. Hatodik helyen a görög, ugye a Giannis Antetokounmpo, egy balkezes zsákolással, ugye ő balkezes, egyik az, hogy ezt tudni kell róla. Hihetetlen nagyokat lép, hatodik helyen maximálisan egyetértek vele. Ötödik helyen Andrew Wiggins egy 2-1-jel, ahol eszméletlen repült. Szerintem nagyon-nagyon szép volt, és akárhányszor ránézek, mindig azt látom, hogy ez egy nagyon király zsákolás. Negyedik helyen ismét Eric Gordon, aki egy malmot tömött meccs közben, ami szép volt. Tőle teljesen oké. Okay. Én azt mondom, hogy tőle ez elvárt. Inkább ez, igen, tőle ez elvárt. Ugye ő baljobbos betámasztással nyomja, jobbkezesen teker, ügyes, jó power dunkernek mondanám. Na, harmadik helyen Victor Oladipo, és maga a zsákolás egyből, amikor megláttam a tavalyi év végén, hogy mi ez. Tudjátok, mit jutott eszembe? Dominic Wilkins, hihetetlen, fölugrik, bal puttony, bim, áttömi a srácot. Na csá! Második helyen Zach LaVine, és elintézi a centerkomát, akinek most nem látom a nevét, de az biztos, hogy Len, Yin, Yon, nem tudom, 21-es szánsz játékos, egy biztos, kegyetlenül elintézi. Egyébként egy lábról nagyon szépeket ugrik, és akkor most az első helyen Larry Nance Jr. Igen. És ez zsákolás. Ő is meglepődött rajta. Milyen srácok? Egy akkora 2-1-et tömött. Brook Lopez-t áttömte. Jól látom, Brook Lopez. Igen. Brook Lopez-t áttömte kegyetlenül. Szóval ez volt Elemző László első elemzése. Hamarosan régebbi vagy újabb. Még kitalálom, hogy milyen típusú elemzések jönnek. Lesz olyan, amikor egy-egy darab apróság az, amit úgy fogok bemutatni, hogy apró részleteiben. Mi az, amikor figyelni kell, mi az, amire ugye sokan nem figyelnek, de én igen. Úgyhogy Elemző László megmondja a frankót, Elemző László lesz kritikus, Elemző László lesz elemző. Csá, csá, csá.